A magyar résztvevők négyszer állhattak a dobogó legtetejére a Las Vegasban megrendezett veterán világbajnokságon. Az egyik aranyéremet Frank Béla szerezte meg, aki a 60 éven túli férfiak egyéni versenyében bizonyult a legjobbnak. A verseny előtt úgy indultam neki, hogy hát láttam a mezőnyt, 6. kiemelt voltam, tehát nem nagyon elő. Mondom, ha 8-ban vagyok, az nem rossz, de hogyha bármilyen, hogyha egy harmadik hely, akkor hibátlan. És miután ezek megvoltak, akkor azt mondom, hogy hát ha már úgyis itt vagyok, akkor meg már lejátszom, és végül is nem csináltam belőle nagyobb ügyet. Valószínűleg ezért is nyertem, és hát igazából utána esik le. Persze nyilván, amikor hazajössz, és akkor tényleg gratulál mindenki, és meg hát amikor ott áll az ember, hát az jó dolog. Az ismerős arcok azok mindig megvannak, de a világbajnoksága jönnek a kínaiak, tehát ott ázsiaiak jönnek, akiket egyrészt nem is ismer az ember, és hát jóval erősebb a mezőny, mint egy Európa-bajnokságon. Szintén nagy kihívást jelentenek azok a játékosok, akik az egyel fiatalabb korosztályból öregedtek ki. Ami a legkellemetlen volt, az egyik a Cecava, aki tavaly megnyerte az 50-est. Tehát ő egy nagyon, nagyon jó játékos, tartottam is tőle, ő nem jutott négy közé. Tehát ilyen még nem volt, hogy nem játszott döntőt az utóbbi 10 évben. Kikapott egy kínaitól, én azt a kínait megvertem. Frank Béla háta mögött már meg annyi verseny van, de egy világbajnokság mégiscsak más, mint például egy országos bajnokság. Nyilván más, persze. Tehát itt az ember az egy kicsit jobban be van rezelve. De szerencsére sikerült néha erőt venni magamon. Úgy nézett ki, mert a döntőben is szetlabdákról nyertem. Tehát az a 3-0 volt a döntő, de az úgy nézett ki, hogy 9-5-10-9-ről az első szett, a második szett 11-10-ről, és utána a harmadik más ima volt. De ez a kettő, az végül szettlabdáról jött meg mind a kettő. A veterán VB több ezer pingpongos szokott megmozgatni. Most a helyszín is csábító lehetett sokak számára. Nekem már ez már nem az első Las Vegas volt. Ami igazából, ami nagyon nem tetszett, az a 45 fok, ugye naponta, az tényleg nem. De hát ugye a látvány. Tehát azért elmentünk egy-két olyan helyre is, ahol még eddig nem voltam, és hát a látvány az a világon egyedülálló. Tehát az, ami ott van, az máshol nincs. Veterán világbajnokunk életét a Las Vegas-i aranyérem sem változtatja meg, de ezek után már sehol sem érzi majd magát esélytelennek. Ugyanúgy elmegyek ezekre a versenyekre, amíg el tudok menni, remélem még sokáig. Ezek után már, még ugye tavaly azt mondtam, hogy hát a VB az nyilván, hát az esélytelen meg minden. Most már ilyet nem mondok. Azt se, hogy megnyerem, de végülis ezek után már nem tekintem magam esélytelennek.